Az Eto FC Győr az előző idényben a 7. helyet szerezte meg az NB2-ben úgy, hogy már a bajnokság korábbi szakaszában eldőlt, nincs esélye kiharcolni az élvonalba jutást, ezért számítani lehetett arra, hogy a következő szezonban átalakul a szakmai stáb és a játékos keret. Első lépésként a héten közös megegyezéssel szerződést bontott a klub Szentes Lázárral, pénteken pedig az új vezetőedzőt is bemutatták, Mésző Géza ülhet le a kispadra a feljutásra pályázó Győrnél. A korábbi 18-as válogatott védő legutóbb 2017 nyaráig a Haladás kispadján ült, de irányította már a Reac, az Újpest, a Vasas, illetve a magyar U18-as és U19-es válogatott szakmai munkáját is. Nagyon fontos számomra, hogy olyan csapatot tudjunk a pályára küldeni, ami a nézőkért szól, és azt visszaemlékszem a régi időben, akár ilyen játékosként, vagy éppen ellenféledzőként, a győri közönség az nagyon-nagyon erős és domináns tud lenni. Tudom, hogy kritikus is, de egyszerűen aki ennek a csapatnak a tagja lesz, akkor annak ezt el kell tudni viselni, hogy ez egy komoly tradícióval rendelkező klub, ahol vannak elvárások, és aki ezt ennek nem tud megfelelni, és nem tudja ezt a fajta nyomást elbírni, annak nincs itt a helye. Úgyhogy én azt szeretném, hogy a közönség az hihetetlenül támogassa a csapatot, és ott legyen, ezért meg kell dolgozni, ezért olyan produktum, meg teljesítmény kell, ami egyszerűen az alapelvárásnak megfeleljen, lehet rosszul játszani, csak lélektelenül nem. Azt hiszem, hogy ez nem végig fogja kísérni a szezonban a csapatnak az attitűdjét, hogy mit szeretnék én a csapattól elvárni, és akkor hiszem azt, hogy a közönség hálás lesz. Bár több tréner neve is felvetődött az utóbbi hetekben, például Pintér Attila visszatéréséről is pletykáltak, de ugyanúgy emlegették a Békés Csabai Boyer Gábor nevét is a szurkolók, végül az 51 éves szakember lett a befutó. A keret a következő hetekben alakul ki, Mésző Géza azoknak is lehetőséget adna a bizonyításra, akiknek a szerződése lejár. Az Eto első nyári igazolása Jakab Dávid, aki az NB2-es bajnok MTK-tól érkezik. Szeretnék egy csapatba vezér lenni, szeretnék többet. Az Etót meg, hát nem kell többet mondjak, az Eto az egy olyan klub tényleg, hogy büszke vagyok rá, hogy ide jöttem. Egy nagyon nagy felelősséget is vettél a nyakadba, azzal, hogy elkértél egy bizonyos meszt. Hát igen, utánpótlásból volt rajtam szerintem utoljára 10-es mez, nagyon örülök neki, és sokkal magabiztosabb, sokkal jobb lesz így pályára lépni, hogy ezt megkaptam. A klub tervei között 2 éven belül az élvonalba jutás szerepel, de ezt akár már a most következő idényben is elérhetőnek tartják a vezetők.